Na, sziasztok mindenkinek! Elérkezett a 2019-es év vége, és ahogy már szerintem nagyon sokan írták, az év tizednek a vége. Úgyhogy ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy egy kis rövid, vagy mondjuk ki valamennyire rövid vlog videó keretében egy kicsit én is értékelném az évet. Beszélnék arról, hogy miért tűntem el, illetve mi várható még itten. Most kezdeném az eltűnésemmel, hogy mik is történtek. Nagyon sok dolog összejött, higgyétek el. Az első igazából, amiről lehetne beszélni, az az, amit nagyon sok videóst úgymond elért egy idő után, mégpedig tényleg az, hogy ez az alkotói válság, és amikor már átmegy tényleg ez ilyen depresszívebb részre is, tehát amikor tényleg az embernek már abszolút hangulata nincs, és nem csak arról van szó, hogy nincsen ötlet. Igen, nekem is voltak olyan pillanatok, nagyon sok, amikor bele akartam fogni, de én is benne voltam azt, hogy tényleg érdemes ezt csinálni, meg hogy mennyi munkát belevel az ember egy videó elkészítésébe, és tényleg, hogy ilyen gondolkodik, hogy megéri-e, tényleg ez ilyen jó. Igen, nekem is voltak ilyen pillanatok. De ugyanakkor nagyon sokat köszönhetek nektek. Igen, köszönök szépen mindenkinek, mert utána általában mindig jött egy komment, jött egy gondolat, és aztán a Facebookos oldalra is volt, aki írt. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megerősítette benne, hogy annak ellenére, hogy amit én csinálok, az viszonylag egy réteg tartalom ma már, tehát meg maga a magyar YouTube történelem sorozat egy réteg, tehát nem egy a ne neves kihívás, vagy prank videó, nem tudom, hogy nem így kell mondani, de tehát nem egy ilyen, ami viszonylag nagyon sok embert érdekel, és nagyon sok mindenkit elér, de mégis azért azzal a sorozattal igyekeztem egy olyan dolgot elérni, ami mégiscsak azt lehet mondani, hogy talán volt értelme, és talán valamit tudtam úgymond átadni nektek. És nagyon köszönöm, hogy támogattatok, volt, aki anyagot küldött, volt, aki kérdezte, hogy mi újság, hogy vagyok, valami életjelet adjak. Nagyon-nagyon köszönöm szépen mindenkinek, mert ez nekem nagyon jó lesik, és többet ér ez, mint a pénz. Nekem legalábbis többet ér. Mert én még abban a korosztályban kezdtem tényleg, amikor nem a pénz volt úgymond a dominancia, hanem tényleg az, hogy elismerés. Tehát azt, hogy elismerik a nézők. És ez igazából én még ma is azt tartom, hogy egy videósnak szerintem ez segíthet a legtöbbet, hogy átlendüljön ezzel az időszakon. Viszont még komolyabb probléma igazából az volt az évben, nem az, hogy viszket az orrunk folyamatosan, így 31-én délelőtt, hanem az, hogy kevés volt az idő. De tényleg. Ugyanis ebben az évben elkezdtem a második évemet az informatikai rendszerüzemeltető szakon, estében csinálni technikumon, mellette pedig dolgozom. Tehát ez a kettő így igazából egybe is van. És még az első év az viszonylag nagyon laza volt, nagyon lightos volt, a második év nagyon kemény. Tehát így érdekel, rengeteget kell tanulnom, rengeteget kell magolnom, és nagyon sokféle tanár van. Tehát, hogy abban az értelemben, hogy eddig akik tanítottak, az itt tanítási stílusban is mások voltak, mások a betelmélyi rendszer. Úgyhogy igen, csak most tényleg azt lehetett mondani, hogy szeptembertől oda kellett mindenkinek tennie magát. Főleg azért, mert aki esetleg még nem volt ilyen helyzetben, tehát egy ilyen felkészítése, ugye, és tavasszal már államvizsga lesz. Legalábbis nálunk itt így mondják, hogy lehet mondani akár úgy, hogy technikusi vizsga. De annak, hogy érzékeltessem, hogy mit jelent egy ilyen vizsgára felkészülni, meg hogy miket kell tudni, hogy 7 része van, és a 7 részből is úgy áll össze ez az egész, hogy van egy szóbeli, egy írásbeli és egy gyakorlati vizsga, és mindegyikből 51%-ot el kell érni, tehát mint az egyetemeknél, hogy 51% a kettes. Tehát, hogy elég kemény ez a rendszer, és ha már egyetlen egy résznél, egyetlen modulnál nem sikerül az 51%, akkor bukta az egész. Tehát igen, kőkeményen rá kellett menni, és voltak olyan tárgyak, az egyik, vagyis egyetlen tárgya, hálózat 2, amit itt nagyon nem meggyűlöltem egy életre, ahol minden órán, egy ilyen 3 fizikai óra alatt ilyen 6-7
lapot írtunk tele, és most lapot mondok, nem oldal. Így van, nem véletlen. Úgyhogy, és szinte minden alkalommal dolgozott van. És képzeljétek el, hogy ez egy héten mond háromszor van, tehát három súlyos nap van. És mellette tényleg ott a munka. Úgyhogy nem egyszerű ez az egész. Na de akkor kérdeztetitek, és mi van hétvégente? Na most hétvégente, mivel nekem a hétköznapi süttye elmegy, ezért hétvégentére maradnak azok a dolgokat, amiket hétköznap nem tudok megcsinálni. Olyan munkát, ezt segíteni, ezt csinálni, amazt csinálni, takarítani, házi munkát, stb. Szóval nagyon kevés időm maradt. Amikor meg rá tudtam magamat szállni, vagy mondom, itthon voltam, akkor is mindig volt valami. Mindig volt valami, ami keresztbe tett, úgyhogy nagyon-nagyon nem örültem ennek, de tényleg. Aztán most, hogy így a karácsony tájában így nekiálltam így tényleg most már dolgozni ezerrel a videókon, és most azt is lehet mondani, hogy sikerült. Bár a magyar YouTube történelem 15. rész második felében is se sikerült, mert kiírtam, korábban Facebookra ki is írtam, hogy összeállítottam az anyagot. Na mondom, jó, akkor most ez megvan, most már itt az az időszak, akkor most nekiállok és felveszem együtt, helyembe kész. Na most ezt én így gondoltam, utána pedig egyszerűen eltűnt az a füzet. Nem tudom, hogy hol van. Van körülbelül 4 füzetem, amiben minden ötletemet belevezettem, és egyikbe se találom. Nem tudom, hol van. Tehát most igazából kezdhetném újraírni az egészet, és gondoltam arra, hogy akkor jövő év elején újraírom az egészet, felvezetem a forgatókönyvet, és akkor utána az alapján már csak felveszem az anyagot. Mert hogyha ez megvan, tehát megvan maga ez a felvezetés, meg maga ez a videó felvétel, akkor onnantól már a vágás kevésbé problémás. Tehát, hogyha megvan a fejemben a szöveg, onnantól kezdve már csak be kell vágni a részeket, ki kell egyenlíteni, és akkor fel kell tölteni érdekességekkel, és jó. Ez a nehezebb része, tényleg, ez a szövegösszekeresés, meg maga a felvétel is. Úgyhogy igen, ezzel probléma akadt. Ugyanakkor volt, aminél ugyanakkor viszont mentek a dolgok. Például végre el tudtam készíteni a Supra Mairo krattyos videót, aminél tényleg én nagyon-nagyon örültem, hogy kész lett. Egyrészt több, tehát ahogy mondtam is, 2017, tehát 2017 decemberében rögzítettem fel ezeket a videóanyagokat, amit láthatatok a bemutatóba, az elejét leszámítva. Ugyanis egy kis fun fact, az elején nem az lett volna. Egy teljesen egyedi intróval készültem volna, viszont erre olyannyira nem volt időm meg energiám, hogy végül maradt ez a beszélgetős része a dolognak. Úgyhogy örültem, hogy végre ezt legalább be tudtam úgymond fejezni. És legalább ezzel fel tudtam készülni, közben pedig aztán a Kavicskalandó csatornára is úgymond felkerült egy tartalom, meg aztán tehát hogy azért kellett azért nekem is egy kis kimozdulás, higgyétek el, néha egy-egy túra nagyon jól jön. Amely, hogy egybeesik a videózással, meg nálam természetes. Meg a játékosok podcastra is úgymond gyártottam tartalmat. És ma kerül fel pont a szilveszteri Best Of, a 2019-es Best Of, amit én vállaltam magamra, hogy akkor azt összeállítom. Összekeresem az anyagokat hozzá. Remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Úgyhogy, és már játékosok podcast. Lehet, hogy van, akiben még mindig felmerülhet az, hogy miért van az, hogy azért az én hangom többször felvetődik azért ottan, mint mondjuk itten. Arra, hogy lehet idő. Nos, nagyon egyszerű oknál fogva, mert ott nem én vágok. Tehát nagyon-nagyon ritka az, amikor tényleg én állítom össze a videós tartalmakat ottan. Szóval ez inkább mond, az vágja, aki készíti az adott videós tartalmakat. Szóval ez inkább az, amikor leül az ember, felveszi a jó kis fejhallgatót, ami nem meleg. Igen, fejem, ez rácélzás volt. Úgyhogy felveszi az ember, elkezd beszélni, látja azt, egyúttal ki is kapcsolódik. Tehát ez akár munka után is egy nagyon jó levezetés. Tehát igazából ezért lehet az, hogy többször lehet. És még amiről beszélni lehet az évben, meg így összességében véve,
Az egyik az, hogy nagyon köszönöm, hogy voltak megkeresések. Idén vállaltam azért egy pár dolgot, amikor kértek tőlem valamit. Annyi, hogy nekem, mivel az idő az kevés, az hogyha volt ilyen meghívás, akkor nálam az időegyeztetés nagyon-nagyon nehézkes. Tehát az beszorítani, ez nem egyszerű, szóval kifejezetten nem szeretem azt, hogyha hát nálam ez úgymond egy elvárás, hogyha valamit erőltetnek, ami nem megy, az arra várni kell. Tehát, hogy most vagy az ember szívből csinálja, vagy sehogy. Én azt mondom, meg az ember tényleg megválogatja azt, hogy mire adja úgymond az arcát, a hangját, vagy az idejét. Úgyhogy voltak ilyenek is az évben. Meg a videós dolgokkal kapcsolatban azt is el lehet mondani, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor elkezdtem a videózást, az 2008 volt. Akkor lettem abban az évnek a végén, lettem akkor 18. És most ott adunk, hogy 2019 van, szóval ki lehet számolni, igen, most öltötte be két napja a 29-et. Tehát nagyon sok minden megváltozott, elment az idő, és nagyon sok videósnál tapasztalható az, hogy amiben belekezdett annó, ahogy belekezdett, amilyen témákat csinált és amilyen tematikát, egy idő után lehet látni, hogy elkezd más irányba menni, és ugyanakkor egy kicsit másabb lesz az egész. És bevallom őszintén, magamon is tapasztaltam, bizony ez nálam is így van, én sem vagyok kivétel. Szóval gondolkodtam, lesznek olyan tartalomtípusok, kettő egészen biztosan, ami talán 2020-szal ki fog fújni. De természetesen úgy, hogy lezárva legyen. Amint lemegy az államvizsga, akkor reményem szerint több idő fog majd felszabadulni. Jóval több idő fog felszabadulni. Szóval akkor igazából nekiállhatok azoknak a dolgoknak, amiket most még úgymond még készülő fázisban vannak. És akkor lezárni bizonyos szegmenseket is. De ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nem fogjátok ezt tudni. Tehát nem hirtelen lesz az egész, és mindent be akarok egy körbefejezni. Tehát ezért volt az, hogy elkészítettem a Supra Mairo krattyos videót is. És a magyar YouTube történelme is addig legalább haladni kéne, ameddig meg nem lesz egy egész, ameddig egy kör nem lesz. Természetesen az már látszódik a szem előtt, hogy ez 2019-ig, tehát vagy 20-ig, tehát mondom, a való ideig nem fog kimenni. Mert ennyi időm sajnos nincs, és szerintem utána sem lesz. De ugyanakkor, hogy addig eljutni, ameddig mondom, a célja lenne, tehát hogy egy áttekintést a magyar YouTube-nak az időszakáról, igazából addig mindenképp el szeretnék jutni. És lehet, hogy úgy hangzott esetleg másnak, hogy ez olyan az embernek valami belső büszkesége, vagy büszke magára, de való igaz, hogy én azért örülök annak, hogy azért főleg az első időszakot sikerült jó kitárgyalni. Tehát ez a magyar YouTube kezdete, az első öt rész, vagy az első hat. Mert erről az időszakról már egyre kevesebb videó van. Erre az időszakon már egyre kevesebb videós van, már nagyon sokan úgymond visszavonultak, volt, aki már más pályát csinál. Igen, ilyenek előfordulnak. De örülök neki, hogy ha más nem, én mindent beleadtam. Tudom, nem lettek tökéletesek ezek a videók, de úgy gondoltam, hogy én beleadtam mindent arra, hogy mégiscsak valamennyire élvezhető tartalmak legyenek, és hogy mégiscsak valami emléket állítsunk ennek az időszaknak. És az idejében erre is voltak megerősítések, olyanok is, amire nem számoltam. Például a 14. részben volt a GMST-ről szó, és ebben az évben rávírt Medi Evil, megköszönte azt, hogy hoppá, mire bukkant rá, és nekik nagyon tetszett a videó. És egyszerűen így nekem ez sok volt, tehát nagyon örültem neki, el ne tudjátok érzelni, mennyire majd kiugrottam a bőrömből, amikor rám jött aztán privátba, nagyon nagy élmény volt. És igazából az is mutatta, hogy hoppá, hát igen, ez nagyon jó, hogy akkor ezek szerint mégiscsak jó csinálni. És tudjátok, különösen azért, mert nem próbóztam be azt a videót. Korábban voltak videók, amiket úgymond betettem néha egy-egy YouTube-os csoportba, ezt nem.
Na szóval ez megtörtént, úgyhogy végül aztán rájuk bukkant, és nagyon örülök, hogy tetszett, sőt a saját oldalukra is kirakták, hogy úgymond a fanjaiknak ez egy kötelező darab. Hát ez nekem nagyon-nagyon tetszett, tehát ez nekem egy elismerés volt. Meg aztán a Mondokonon aztán találkoztam Benyabójjal, vele is sikerült beszélni, kiderült, hogy tényleg borzasztó jó fejes srác, és ő is mondta, hogy csináljam tovább, úgyhogy ilyen megerősítések is voltak, és mutatja is, hogy igenis kell csinálni. Nem szabad lezártlau hagyni. Ugyanakkor, nem, tehát tényleg visszakanyarodok oda, nem azt jelenti, hogyha néhány szemest lezárok, vagy felpillant szünete, ahogy befejeztem az egészet, és be fogom fejezni ezt az egész 1777-et. Voltak dolgokat, amiket lezárt. Például a 10-18-as rész, azt végleg elengedtem. De vannak részeket, amiket nem. És például a Back in Time sorozatot újra fogom éleszteni, csak egy kicsit kibővítve, más szemszögekből, és abban új dolgokat kitalálni. Valamint a már több mint 2 éve a fejembe lévő új ötlet, egy ilyen informatikai, azért humorosra véve vett ilyen bemutató, egy ilyen tényszerű valami, mint ami Discovery-ken megy néha, na azt meg akarom csinálni. Ebbe is kipróbálni magam, meg úgy vagyok vele, hogyha van egy ilyen telefon, amivel meglettem most állva, hát igen, megéri azért dolgozni, tényleg ezért az egyéni, hogy az ember néha legalább ennyi élvezete jusson, azért ebbe is fejlődjön, akkor tényleg szeretném megmutatni, hogy milyen képességek vannak, meg esetleg olyan speckó videókat csinálni, mondjuk 960p-s lassítással, vagy 120 FPS-es, és akkor valami érdekes dolgot bemutatni. És tényleg nekem még mindig nagy álmom, de tényleg nagy álmom lenne az, hogy mondjuk lenne egyszer egy drón, és akkor úgy kimenni mondjuk, mint tudom, a határba felröptetni, csinálni egy ilyen videót róla, és akkor összevágni egy ilyen timelapse-be. Mert 2019-ben volt egy ilyen, az otokai timelapse volt, és tudom, hogy akkor az időjárás nem volt elég jó, meg a telefon képességei azért határoltak voltak, hát mondjuk a köd miatt igazából nem is csodálom ezt, de ha mondjuk jó idő lenne, nagyon szívesen csinálnék ilyen tartalmakat. Igen, erre nagyon élvezett lenne, mert azért kimozdulni is az egy nagyon jó dolog szerintem. Úgyhogy igazából ilyen terveken gondolkodom, meg aztán néha azért természetesen lenne ilyen beszélgetős tartalom, és a kötetlenül csatornát sem véletlenül hoztam létre, már oda tényleg jó lenne azt is úgy rendesen beindítani, hogy oda mondjuk, amik esetleg nem férnének be, hogy ne legyen túlságosan vlogszerű ez a csatorna, akkor mondjuk oda mondjuk bármi lehetne. Úgyhogy igen, azért vannak tervem és vannak dolgokat, amiket akarok csinálni, nem azt jelenti, hogy mindent be akarok fejezni. Persze lehet, hogy lesznek olyan részek, amik fájni fognak, mert a csatornának úgymond, vannak úgymond, én is tudom, hogy mi az, amit leginkább szerettek. Tudom, hogy mi az, ami leginkább úgymond a legtöbb embernek a figyelmében benne van, és amiért megismerte ezt a csatornát, és lehet, hogy azokban lesz változás, de azt tudom garantálni, hogy ezek az ötletek is szerintem ugyanolyan jók lehetnek, és nagyon remélem, hogy ezek is úgy fognak majd tetszeni nektek. Úgyhogy 2019-re én lassan búcsúzok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt a csatornán, mindenki, aki megnézte a videóimat, adott rá értékelést, kommentelt, aki bátorított, tényleg mindenkinek nagyon köszönöm. Remélem nektek a 2020 is egy nagyon gyönyörű év lesz, és mindenkinek ez boldogságban fog eltelni az év. És nagyon köszönöm szépen a Játékosok Podcast minden tagjának is, ugyanis ebben az évben, még ezt elmondom, hogy mint a Best of videó végén is mondtam, hogy nagyon jó volt, hogy így már mindenkivel sikerül legalább egyszer úgymond beszélni, és nem csak mikrofon keresztül, hanem már a élőben is, és nagy élmény volt, tényleg harmadik lezárásnak is, mert hát lezárásból sok soha nem elég. Elköszönök, sziasztok!